Dunaszerdahelyen a város zenekedvelő óvodásai, alapiskolásai, középiskolásai, helyi zenekarai közös zenéléssel ünnepeltek. Nem volt kritérium, sem megkötés, mindenkit megszólítottunk, és nagy meglepetésünkre rengetegen jelentkeztek. Mindenki, aki szereti a zenét, és nem csak érti, és nem csak zenél, hanem hallgatja is, és élvezi. A fesztivál védnöke Heringes Walter diákpolgármester volt, aki megválasztásakor célkitűzésként fogalmazta meg, hogy a kultúra segítségével összehozza a diákokat. A zenélés mellett egy képkiállítás is megnyílt, amelybe 150 diák kapcsolódott be. Fontosnak találom, hogy a fiatalok egy kicsit közelebb tudjanak kerülni egymáshoz is, azáltal, hogy zenélhetnek egymásnak és táncolhatnak, és valamint legalább itt megmutathatják nyugodt szívvel az osztálytársaiknak és nekünk, hogy mit tudnak. A rendezvényen fellépett a Vidékfejlesztési Középiskola diákja, Móroc Marcella is, akinek szívéhez közel áll a zene. Kiskorom óta éneklek, és igazából, mint tanulmány, úgy nem folytattam, de inkább így magamtól fejlődtem. Imádom a magyar popzenét, fő ikonom Szekeres Adrien, és angolok közül pedig Whitney Houston és Mariah Carey. Vendégszereplőként felléptek a Fehér Oroszországból érkező Charlie Tánc Színház tagjai.